Görögország. Államformája: elnöki rendszerű parlamenti köztársaság. Az elnök az államfő, de a valóságos hatalom gyakorlója a kormányfő. A parlament egykamarás, 300 képviselővel működik. Az általában megszokottnál hevesebb beszédmodor, valamint heves gesztikuláció jellemzi kommunikációjukat. Van olyan mondás is róluk, amely szerint nem volna kezük, megnémulnának. Hivatalos nyelv a görög. Nyitottak, de véleményüket nehezen változtatják meg. Az idősek tisztelete nagyon fontos. A kézfogás az általános üdvözlés. Ölelés is lehet, ha szimpatikusnak találnak bennünket. A köszönés a napszakhoz kapcsolódik. Kora délutánig a Kalimera, vagyis jó reggelt az üdvözlés. Utána pedig a Kalispera, a jó estét a használatos. Megszólítási udvariasság a Kirie, uram, a nők esetén Kiria, asszonyom. Az idegen nyelvek közül számukra az angol a legismertebb. Beszélgetés közben a testi érintkezés is megszokott. Hátbavágás, átölelés, gallérfogás mind velejárója ennek. Az se okozom meglepetést, ha a pincér dudorászva szolgál fel. Emellett mindenhol, ahol lehet, szól, gépzene formájában a görög zene. A zorba a görög sikere óta a szirtaki kedvelt zene és tánc. Bekapcsolódni a körbe bárkinek lehet. A görögök nem szívesen mondanak nemet, de nem is szokás az olyan határozott elutasítás, mint nálunk. Erősen befolyásolja őket szubjektív érzésviláguk. Döntéseiknél figyelembe veszik mindazokat, akik tőlük függnek. Például család vagy a cég. A döntésekért az egyén a felelős. A siker feltétele a szívélyes kapcsolat. Érdekes nonverbális kísérője a nemnek a fej felkapása, a szem tágra nyitása, a szemöldök felhúzása, s közben rosszalló csettintés a nyelvvel. Az igen feljelzése a mi nem jelzésünknek felel meg. Dicsérésnél az ajkukon kipöffentett levegővel jelzik elismerésüket. A piacon épp úgy, mint az üzleti életben, fontos az alkú. A személyes kapcsolatoknak jelentősége van. Ez például jutalékot is jelenthet. Szeretnek kissé túlzásba esve mesélni történeteket. A névjegykártya két nyelvű. Angol és görög. Mindig a göröggel felül kell átadni. Hivatalos öltözködésükre a sötét árnyalatok a jellemzőek. A nyakkendő viselete kötelező. A nőknél a mértéktartása jellemző. A görög konyha választékába keveredik a balkáni és az itáliai gasztronómia. A főétkezés déli 12 és 2 óra között van. Az éttermekben egyszerre sokat rendelnek. Sokat enni, különösen háznál, egyet jelent az étel dicséretével. Előételeik változatosak. Bab, lencse, hal, rák, olajbogyó, tészták, húsos készítmények. A görögök nem levesesek, így legfeljebb porból készült kapható. A húsok tekintetében a birka és a bárányhús mellett a marha és a sertés is elfogadott. Ezek vegyítése is szokás. A hal és a tengeri ételek kissé drágák. Mindent olívaolajjal főznek. Az édességek törökösek, ezért túlédesek. Jellegzetes aperitív náluk az úzó, vagyis az ánispálinka, amit ha jéggel vagy vízzel keverünk, tejfehér színt kap. Ugyancsak ismert a metakszakonyak. Az étkezéshez fehér bort isznak, amely a fenyőgyantás kezeléstől jellegzetes ízt kap. Sör is kapható, elsősorban import. Ezért drága. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük, hasznosnak találtad. És visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.